Kerub sorozat, 20. előadás. Psziché és pneuma. A lelkek megkülönböztetésében nagy fontossággal bír a pszichikus, lelki és pneumatikus szellemi indítások és tapasztalatok közötti különbség. Az eddigiekben ismételten hivatkoztam is erre a különbségre. Ideje kifejteni, mit jelent ez tulajdonképpen. Előbb azonban szükséges világosan kimondani, hogy mi az, amit nem jelent, amit semmiképpen nem jelenthet. A katolikus karizmatikus megújulásban a Szentírás egyfajta protestáns olvasásának kritikátlan átvételével rendkívül elterjedt az az állítás, hogy az ember három részből áll, testből, lélekből és szellemből. Ha figyelmeztetjük a hívőket, hogy ez nem egyeztethető össze a katolikus tanítással, ezt egész egyszerűen okvetetlenkedésnek tekintik. Tekintélyes lelki írók is tévednek ebben a kérdésben. Ennek egyik oka a hiányos dogmatörténeti tudás, másik a Szentírás fundamentalista értelmezése. Lássuk elsőnek a dogmatörténeti szempontot. A trihotomizmus, három részűség elmélete nem új keletű. Már az ókori gnosztikusok a második századtól pneumára, szellem, pszichére, lélek, és szómára, test osztották fel az embert. Az iráni eredetű manikeizmus, harmadik századtól testről, jó lélekről és rossz lélekről beszél. Apollinaris, aki körülbelül 390-ben halt meg, Apollinaris szerint az embert szarx, hús, test, psziché, lélek, és nusz, értelem, értelmes lélek alkotja. Krisztusban szerinte az értelmes emberi lelket az örök ige helyettesíti, de szerint Krisztus embersége csonka volna. E tanításokban az a közös, hogy az emberben a testen kívül két lelket, azaz két nem testi alkotó részt különböztetnek meg. Az egyház mint eretnekségekkel szállt szembe ezekkel a felfogásokkal, legvilágosabb a IV. Konstantinápolyi zsinat definíciója 870-ben, amely dogmaként szögezi le, hogy az embernek nincs két lelke. E dogma érvénye alól nem lehet kibújni azzal, hogy az egyik lelket átnevezzük szellemnek vagy értelemnek. A vienni zsinat 1312-ben külön dogmában mondta ki, hogy az értelmes lélek önmagánál fogva és lényegileg formája a testnek, vagyis meghatározó eleme. Itt a zsinat az arisztotelészi filozófiából merített kifejezést használ, de ezzel nem a pogány filozófus anyagforma elméletét teszi dogmává, mert egyszerűen az akkori teológiában jól ismert nyelven jelenti ki, hogy az a tényező, amely az anyag egy darabját élő emberi testé teszi, ezt a tényezőt érti formán, egyúttal az ember legmagasabb rendű szellemi tényezője, ezt érti értelmes lelken. Harmadik tényezőnek itt helye nincs. Ezt a definíciót az 5. lateráni zsinat 1513-ban kell dogmája megerősíti, hozzátéve, hogy az értelmes lélek halhatatlan, és minden emberben különálló. Utóbbi állítás az averroizmussal, a kordovai muszlim filozófus Ibn Rushd, latin nevén Averroes tanításával, aki 1198-ban halt meg, tehát az averroizmussal szemben született, amely szerint az értelmes lélek minden emberben közös. Ez már veszedelmesen hasonlít a hindu filozófia és a modern szinkretisták, például Müller Péter állításához, amely szerint csak az emberek kis énje egyedi, a nagy én közös. Egyáltalán
itt mindvégig olyan antropológiai kérdésekről van szó, amelyek a keleti vallások és a reinkarnáció tan beözönlése miatt ma égetően időszerűek. A katolikus egyház katekizmusa kitér arra, hogy a szellem és a lélek megkülönböztetése, például az 1. Tesszaloniki levél 5. fejezetének 23. versében, nem jelent kettősséget a lelket illetően. Szó szerint idézet, nem jelent kettősséget a lelket illetően. És hivatkozik a katekizmus a 4. konstantinápolyi zsinat fent említett dogmájára. A szellem azt jelzi, mondja a katekizmus, hogy az ember teremtésénél fogva a természet fölötti cél elérésére rendeltetett, és lelkének megvan az a képessége, hogy Isten egyenesen fölemelje a vele való közösségre, idézet bezárva. Vagyis a szellem nem más, mint a lélek a maga Istenre nyitottságában. Ugyanaz a valóság más szempontból tekintve. Mielőtt most teológiai elemzésünket a Szentírás értelmezésével folytatnánk, vegyük elő józan paraszti eszünket, és lássuk, mi állapítható meg a testről és lélekről pusztán a természetes ész világánál. A következő megállapítások tehát filozófiai jellegűek, de a teológia használni tudja ezt a filozófiát. Hogy mit hívunk testnek, azt nagyjából tudjuk. Egy élő lényt, a maga fogható, térben körülhatárolható, súlyra mérhető, matematizálható, azaz anyagi valóságában. Hogy mit értünk lelken, azt is megpróbáljuk meghatározni, azt, amiért az élőlényt élővé elemenné teszi. Amitől lélegzik, azaz lélekzik. Azt, ami az élő testben megvan, és a holttestből hiányzik, az életelvet. Már most. Vajon biztos, hogy a test és az életelv két különböző dolog? Értelmünk megkülönbözteti őket, de bizonyos-e, hogy a valóságban is különböznek? Nem lehetséges az, hogy az életelv a testnek alkotó eleme? Valami anyagi tulajdonsága, amely az élő testben megvan és a holttestből hiányzik? Már hogy ne lehetne? Nem kell, nem is szabad ezt a lehetőséget kizárnunk. Azt kell mondanunk, két eset lehetséges. Az életelv, a lélek, vagy valósággal különbözik a testtől, vagy nem. Ha az életelv nem különbözik valóságosan a testtől, akkor a halállal egyszerűen megsemmisül. A test elveszti azt a tulajdonságát, amely élővé tette, és a lélek nem létezik többé. Az élő egyet helyét élettelen anyag foglalja el. Ha viszont az életelv valóságosan különbözik a testtől, akkor nem anyag. Ha anyag volna, a testhez tartozna, hiszen a testet úgy határoztuk meg, mint az élővény anyagi valóságát. A nem anyagi valóságot nevezzük el aztán szellemnek. Most nem kell kutatnunk, hogy a Szentírás ilyen értelemben használja el a szellem szót, mert pillanatnyilag a természetes ész birodalmában mozgunk, és nem foglalkozunk a kinyilatkoztatással. Ez most filozófiai szó, tehát nem teológiai. Ebben tehát azt kell mondanunk, kétféle élőlény lehetséges. Egyfelől olyan, amelyben az életelv, a lélek az anyaghoz tartozik, másfelől olyan, amelyben a lélek meghaladja az anyagot, azaz szellem. Hogyan különböztethetjük meg ezt a kétféle élőlényt? A tevékenységükből. Ha egy élőlény tevékenysége nem megy túl az anyagi lehetőségek határán, nincs benne anyagot meghaladó életelv. Ahol matematikai formulákba foglalható determináció uralkodik, legyen az fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai szinten, ott a lélek az anyag határain belül esik. Ahol azonban egy élőlény tevékenységével túllép azon, ami matematikailag meghatározható,
különbséget tesz igaz és hamis, helyes és helytelen között. Szabadon választ különböző célok között. Ellene tud mondani heves ösztönkésztetésekre, sőt, Istenre kérdezni és Istent imádni képes, ott biztosan van benne anyagot meghaladó élettel. Anyagot meghaladó, azaz szellemi. Életel, azaz lélek. Ha egy élőlény szellemi tevékenységet folytat, annak szellemi lelke van. Az előbbi típusú élőlényben ráismerünk a növényre és állatra, az utóbbiban az emberre. Természetesen lehetséges egy harmadik eset is, olyan lény, amely mindenestül szellemi, ilyenek az angyalok. Hatnak az anyagra, de nem szorulnak rá. Hozzátesszük, analóg, kiemelkedő, végtelenül megkülönböztetett értelemben szellem az abszolútum, maga Isten is. Az angyali szellem nem lélek a szófenti értelmében, nem életelve egy testi lénynek. Az emberi lélek azonban miközben szellem, szükségszerű kapcsolatban áll az anyaggal is. Nem csak befolyásolja azt, hanem vele együtt alkot egy élő lény. Ha az ember meghal, a lélek elhagyja a testet, és az életelv nélkül maradt test holttesté válik. De a test nélkül maradt lélek is hiányos, hiszen a lélek a testen keresztül fejtette ki szellemi tevékenységét is. A halállal tehát az emberi lélek, bár továbbra is létezik a szellem időtlen birodalmában, nem képes új tevékenységre, változásra. Ügyeljünk most rá, hogy ez paraszti ész, filozófia, a természet fölötti lehetőségekkel most nem számolunk. A lélek halhatatlan ugyan, de a halál az ember szellemi valósága véglegesül. Most pedig lépjünk tovább a paraszti ész birodalmából, és a józan ész világánál való vizsgálódás után kérdezzük meg, vajon hogy állunk a bibliai szövegekkel, vajon a Biblia emberképen megfelel-e az imént felvázolt filozófiai emberképnek. A teremtésről szólva, a Szentírás hangoztatja, hogy az ember fölötte áll az állatoknak, sőt odáig megy, hogy Isten a maga képére teremtette az ember. Nem hagy kétséget arról, hogy az ember nem csupán magasabb szervezettségű állat, hanem valamilyen minőségi töbletet tartalmaz az állatvilághoz képest. Ezt a minőségi töbletet részletesebben kifejti az ember teremtésének leírása a Teremtés könyve 2. fejezetének 7. versében, idézem, megalkotta tehát az embert az Úristen a föld anyagából, az orrába lehelte az élet leheletét, és az ember élő lényé lett, idézett lezárva. Isten tehát két tényezőből alkotja az embert, a föld anyagából, vagyis az univerzum anyagi állományának egy részéből, és az élet leheletéből, amit nem az univerzum anyagából merít, hanem ő maga lehel bele, vagyis közvetlenül teremt. Ez pontosan megfelel az előzőleg nyújtott filozófiai képnek. Az ember olyan élő lény, amely két tényező, egy anyagi elem és egy nem anyagi elem egysége. Ha a valóságot két részre osztjuk, anyagra és szellemre, tökéletesen szabadosan járunk el. Anyagnak nevezzük, ami matematikailag leírható, szellemnek azt, ami nem írható le matematikailag. Ez precíz és kimerítő felosztás, harmadik eset nincs. Az ember olyan lény, amely egyszerre anyag és szellem. Benne a létezés két síkja átfedi egymást. Ami benne anyag, azt emberi testnek nevezzük, ami benne szellem, azt emberi léleknek hívjuk. Ez két valósággal különböző tényező, mert az anyag és a szellem ellentmondó tulajdonságokkal rendelkezik, matematizálható, illetve nem matematizálható. Ugyanakkor két egymásra utalt tényező is, egyik sem teljes a másik nélkül. Az ember olyan önálló valóság, szubstancia,
amely két részvalóság, két nem teljes szubstancia egysége. Van-e helye itt harmadik tényezőre? Világosan látható, hogy nincs. Próbáljuk feltételezni az ellenkezőjét. Képzeljük el, hogy az anyag és az anyagra utalt szellem a lélek mellett van az emberben egy harmadik elem is, egy anyagra nem utalt szellem. Ebben az esetben azonban ez a harmadik elem, mivel nincs az anyagra utalva, csak esetleges kapcsolatban van az emberi testtel. Mi hát ez a harmadik? Egy angyal. Emlékezzünk, hogy az imént neveztük el az anyagra nem utalt szellemet angyalnak. Vagyis a feltételezett esetben nem az ember áll három részből, hanem arról van szó, hogy az emberrel szoros kapcsolatba lépett egy angyal is. Erről nem állítjuk, hogy nem lehetséges. Például a megszállottság esetében éppen ilyen jelenségről tárgyalunk. De ez nem azt jelenti, hogy az ember áll három elemből, hanem azt, hogy egy ember és egy angyal között szoros kapcsolat létesült. A trihotomizmus feltevése tehát elméletileg nem vihető keresztül. Az ember test és lélek, anyag és szellem egysége. Az emberi test anyag, az emberi lélek szellem. Ezek után olvassuk el, ismételten, hiszen már kétszer olvastuk, a negyedik lateráni zsinat 1215-ben született hitvallásának egy részletét, idézem, erősen hisszük és egyszerűen valljuk, hogy Isten teremtője minden láthatónak és láthatatlannak, szelleminek és anyaginak, mert mindenható erejével az idő kezdetétől egyaránt a semmiből alkotta mindkét teremtményt, a szellemit és az anyagit, tudniillik az angyalit és az evilágit, valamint az emberit is, amely összetett szellemből és anyagból van megalkotva. Helyben vagyunk. A Biblia, a józanész és a tanítóhivatal ugyanazt az antropológiát támogatja. Minden olyan szentírási kijelentést, amely különbséget tesz az ember pneumatikus és pszichikus valósága között, a fentiekkel összhangban kell értelmezni. Látni fogjuk, hogy ez lehetséges. Szem előtt tartva tehát az eddig tárgyaltakat, tegyük föl becsületesen a kérdést, mit fejez ki a szentírás a pneuma és a psziché megkülönböztetésével. A magyar nyelv nincs túl kedvező helyzetben a különbség visszaadásához, de amikor mellérendelt felsorolásban szerepelnek, a pneumát szellemnek, a pszichét léleknek fordítjuk. A pneuma héberül ruach, a latinban spiritus, angolban spirit, a németben geist. A psziché a héberben nefes, a latinban anima, az angolban soul vagy mind, németül zéle. Mit kezdjünk olyan helyekkel, mint például az első Tesszaloniki levél 5. fejezetének 23. verse, vagy a zsidó levél 4. fejezetének 12. verse, ahol még van különböztetve a pneuma a pszichétől. Mindenek előtt azt kell szem előtt tartani, hogy a Szentírás nem használja a szavakat tudományos következetességgel. Ugyanaz a szó több példát jelenthet. Máskor egy azon dolgot több szó is kifejezhet. Például a héber nefes gyakran nem léleknek, hanem élőlénynek fordítandó. Ezért amikor a nefes haláláról esik szó, ez nem a lélek halhatatlanságának tagadása, mint Jehova tanúi gondolják. Van eset, amikor a görög pszichét is kénytelenek vagyunk életnek fordítani, és nem léleknek. Másodszor pedig arra kell gondolnunk, hogy az ókori zsidó szemlélet nem annyira analitikus, mint azt a mi mindent ízekre szedő technikai kultúránkban föltételeznénk, inkább dinamikus. Nem annyira alkotó elemekben, mint funkciókban gondolkodik. Márpedig az emberi személy pneumatikus és pszichikus funkciói valóban reálisan különböznek.
előbbiekben az ember önmagán túllépve Isten felé nyílik meg, utóbbiakban saját észlelő, érző, racionális, intuitív világát építi ki. Ezek megkülönböztethetők, anélkül, hogy két különböző alkotó elemre kellene őket visszavezetni. Ugyanaz az emberi életet, mint psziché meghatározza a testet, mint pneuma meghaladja azt. Érdemes itt Schütz Antalt idéznünk. Ha a Szentírás olykor látszólag trichotomizmust tanít, ez néha csak költői parallelizmus. Úgyhogy a szellem egyenlő a lélekkel, a spiritus egyenlő az animával. Legtöbbször azonban a Szentírásnak gyakorlatias szemlélet és kifejezés módja szellemében egyszerűen konkrét, nem bölcselő kifejezése a lelkélet különböző valláserkölcsileg jelentős, sokszor ellentétes területeinek, nevezetesen Szent Pálnál az embernek felsőbb Isten felé fordított vagy természet fölötti arculata a szellemi ember, az alsóbb, érzékies, rendetlenül a teremtményekhez húzó, merőben természeti oldala a természeti vagy testi vagy földi ember, idézet bezárva. Ez tartalmilag ugyanaz, mint amit a katolikus egyház katekizmusából már idéztünk. Most pedig, miután a tőlünk telhető legnagyobb világossággal elhatároltuk magunkat a trichotomizmus eretnekségétől, és föltártuk a lélek és szellem bibliai szembeállításának valódi értelmét, szenteljünk figyelmet magának a szembeállításnak, a psziché és a pneuma közti különbségre, immár a durva félreértés veszélye nélkül. Először azt kell megjegyeznünk, hogy a lélek és szellem magyar szava nem tehetők teljes következetességgel a psziché és a pneuma helyébe. A szellem ugyanis nyelvújítási szó. Kazinczy csinálta a 19. században. Akkorra már a psziché, spiritus számtalan helyen léleknek volt lefordítva, és így gyökeresedett meg. Ezt a megszilárdult nyelvhasználatot nem lehet mindenestül felforgatni. Nem beszélhetünk lelki gyakorlat helyett szellemi gyakorlatról, szellemi munkás helyett lelki munkásról, lelki atya helyett szellemi atyáról, szellemóriás helyett lélekóriásról, stb., anélkül, hogy kerékbe törnénk a magyar nyelvet. A szabad egyházaknak az a fáradozása, hogy a pneuma helyébe mindig szellemet tegyenek, szellemi ember, szent szellem, menthetetlenül egy körülhatárolt szubkultúra zsargonjára korlátozódik. Mit mondani szoktam, szellemes ugyan, de nem vagyok lelkes híve. Sok évszázados nyelvi tényeket nem lehet tetszés szerint átalakítani. A katolikus egyház továbbra is az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében fog keresztelni, föloldozni, áldani, nem az Atya és a Fiú és a Szent Szellem nevében. A magam részéről, ha el akarom kerülni a félreértést, egyszerűen a görög szavak magyaros alakját használok. Psziché, pszichikus, pneuma, pneumatikus. Ezek után pedig, igenis most vegyük komolyan tudomásul, hogy pneumatikus és pszichikus két különböző minőséget jelent. Például 1. Korintusi levél 15.44 érzéki testet vetnek el, érzéki pszichikus testet vetnek el, lelki test támad fel, lelki pneumatikus. Vagy 1. Korintusi levél 2. fejezet 14. és 15. vers, az érzéki pszichikus ember nem fogja fel, ami az Isten lelkéjé, mert oktalanság az számára, és nem tudja megérteni, hiszen lelki pneumatikus módon kell azt megítélni. A lelki pneumatikus ember pedig mindent megítél. Idézetbe zárva. A földi emberben a psziché dominál, amelyet a bukás révén átjár az öncélúság,
és így halálra van ítélve. De aki meghalt és új életre támadt Krisztussal, abban fokozatosan uralomra jut, az Isten lelkére, pneumájára nyitott emberi pneuma, amely a föltámadás után teljes uralmat gyakorol majd az ember testén is. A pneumatikus bibliai fogalma tehát nem azonos a filozófia szellemiség fogalmával, hanem többet jelent annál, Isten lelkére való nyitottságot, vele való átjártságot, őrá való fogékonyságot. A filozófia csak a természetest tudja elemezni, a szentírási pneumatikus viszont természet fölöttit jelent. A megkülönböztetés funkciója, amelyre a lelki életben annyira szükségünk van, egyértelműen pneumatikus, természet fölötti funkció. Ezért tartozik a természet fölötti adományok a karizmák közé. Kovács Gábort hallották.